A vásárdi és a környékbeli gyerekek töltöttek együtt egy hetet az önkormányzat nyári tábadában, ami a szülőkre nem rót anyagi terhet. A megvalósítást ugyanis egy pályázat biztosította. Második éve tudtunk pályázni a Gyönki. Korábban ugye Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat, most már Lakner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat által működtet a gyerekjóléti szolgálaton keresztül, ugyanis az Erzsébet tábor pályázatot intézmény adhat be. Ugye Varsátelepülésnek iskolája már nincsen. A korosztály ugye az iskolás korosztálynak szól, tehát a 6-tól 16 éves korig vesznek részt gyerekek a táborban, és így a gyerekjóléti szolgálaton keresztül idén is sikeresen pályáztunk. Gyakorlatilag megvan adva egy tematika, amit végig kell követni az Erzsébet táborba, ugye ebbe van környezetvédelem, kulturális örökség, közösségszervezés, ugye ez alapján építettük föl. Voltunk kirándulni egy alkalommal a héten Tamásiban, a parkerdőbe látogattunk el, illetve a dámpontot fedezhették fel a gyerekek. Nagyon tetszett nekik, egyébként a korábbi években is hasonló kirándulásokat szerveztünk, voltunk a Gemencben már, Lengyel Anna fürdőn, ahol a természetbe tudtuk kivinni a gyerekeket. A gyerekek a kézműves foglalkozások alkalmával olyan alkotásokat is készítettek, melyeket aztán örömmel viseltek a napok folyamán. Így volt ez többek között a makramé technikával készült karkötőkkel is. Legtöbb program a szabadidős program, tehát hogy a szabadban legyenek kint, játszanak együtt, közösségé kovácsolódjanak, ez volt a lényeg a programnak, illetve ugye hétfőtől péntekig tart a tábor, reggel 8 órától délután 4 óráig vagyunk együtt. Ez idő alatt természetesen az ellátásukról is gondoskodunk. Nagyon fontosnak tartom a közösség szempontjából. Igazából itt a gyerekek együtt vannak, odafigyelnek egymásra, barátságok szövődnek, megismertetjük velük a településünket is, ugye a programok között szerepelt egy kirándulás a település határába, illetve egy biciklitúra a szomszéd településekre, ugye a mellékutakon keresztül. Nagyon hasznosnak tartom, egyrészt a gyerekek szempontjából is, másrészt a szülők szempontjából is, ugye nyári szünet van, többször, több helyen probléma a gyerekeknek a felügyelete, így azért egy hétre legalább tudtuk tehermentesíteni a szülőket, és jó helyen voltak. A legtöbb szülő ért a lehetőséggel, akik éppen itt hol voltak és nem nyaraltak, vagy esetleg nagymamánál voltak a gyerekek, de el kell mondani, hogy azért a szomszéd településekről is voltak a táborban résztvevők, így Gyönkről is érkeztek gyerekek. Különböző korosztályról beszélünk, tehát a 6 évesről a 16 évesig. Itt azért nem kellett, vagy nem tudtak annyira külön vonulni, úgyhogy közösen játszottunk minden foglalkozáson. Én úgy gondolom, ez is hasznunkra vált. Hosszú évekre visszanyúló hagyománya van Varsádon, hogy a gyereknapot a nyár végén rendezik meg a település aprajának. Idén ezt a táborzáróval fűzték össze. Ilyenkor ennek van egy tematikája, úgy egyrészt délelőtt sorversenyeket rendezünk a gyerekeknek ilyen cukorkás jutalmakért, amit nagyon élveznek, ügyességi feladatok vannak benne. Ugye korábban itt főztük helybe a paprikás krumplit és főtt kukoricát, hogy egy kicsit ilyen nyári hangulatot is teremtsünk nekik. Általában az önkormányzat által megtermelt terményekből szoktuk ezt megvalósítani. Most is ugye elkészült a paprikás krumpli, ugye fogyaszták is a gyerekek, illetve happartit szoktunk nekik rendezni. Korábban ugye a paksi tűzoltók jöttek, most már mivel Gyönkön ugye újra aktív a Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ezért őket kértük meg, akik nagyon szívesen részt vesznek a programunkon, és ezt várják legjobban a gyerekek, főleg ebbe a jó időbe. A tábor egy remek lehetőség volt arra is, hogy ne a virtuális világban kalandozzanak a gyerekek, hanem ápolják a már meglévő vagy új barátságaikat. Hát szerintem minden programunk nagyon jól sikerült, a keddi kiránduláson is nagyon jól érezték magukat. Tegnap volt bicikli és gyalogtúránk, szóval külön-külön érezte jól magát a banda, de szerintem a délutáni locsolkodásokkal zártuk a napot. Nagyon meleg volt egész héten, és ez miatt én úgy gondolom, hogy jó is, hogy ebben így le tudtuk őket kötni. Volt azért pár alkalom, amikor rájuk kellett szólni, hogy közösségben vagyunk, tegyük el a telefont, és nem a telefonnal játszanak, hanem egymással játszunk. Azért elég sokféle játékot tudtunk vásárolni a pályázati pénzen. Ugye a kosárlabdától kezdve a tollaslabda, ezek a pelóta játék. Elég jól lekötötték magukat. Egyébként új játékokat is találtak ki, mert az ugrókötelet lovacskára használták meg ilyesmi. Úgyhogy lefoglalták, hál' Istennek magukat. És mi is játszottunk velük azért a felnőttek. Az utolsó napra szervezett habparti kétségtelenül elnyerte mindenki tetszését. Örömmel vetették magukat a habokba a varsádi gyerekek.